Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint, illetve ez a felvétel két napra szól, mert az energia hasonló. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák, ezek bizonyos kapcsolatok a bolygók között. De van új jóga is, és mutatok egy gyakorlatot. Ez a gyakorlat segít magas vérnyomásnál. Tedd össze így a kezedet, szorítsd az öklödet, és mutass így felfele, utána változtass ezen, tedd össze, minthogyha imádkoznál, és lélegezz ki. Újra felfele, és tedd össze, mint egy ima, és így lefele mozog a kezed, utal a kilélegezésre. Tehát elkészítjük ezt a gyakorlatot. Belélegzés, kilélegzés. Mi most belélegezünk, kilélegezünk, tehát mutatom a gyakorlatot. És ez a gyakorlat segít magas vérnyomásnál. Most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok a következő napokban. Július 12-én a Hold a kígyó tartó csillagképpel áll összefüggésben. Ez a kígyó tartó nem más, mint Asklépiosz, és ez jelenti a gyógyító erőt. Tehát 12-én van gyógyító erő. Július 13-án telihold van, és ez a telihold megvilágít valamit. Itt kell egy irány. Itt megvannak az elképzelések, a vágyak, a remények, az álmok, és pontosan ebbe az irányba kell tekinteni. Ezen a napon, tehát ezen a teli hold napon, a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami közel áll a Földünkhöz. Ez a Lilith energia. Lilith az is aktiválja a vágyakat, az álmokat, a reményeket, ugyanúgy, mint ez a teli hold, hiszen ez a teli hold mutatja a mi galaxiánknak, a mi tejutunknak a központját. És itt is vágyakról, álmokról, reményekről van szó, ugyanúgy, mint a Lilith energiájánál. Mivel ez a Lilith energia mező közel van a Földünkhöz, ez az álom most megvalósul. Az a fontos, hogy legyen meg a hited. Ezen a teli hold napon Nunki csillag hatása alatt vagyunk. Nunki csillag jelent egy bizonyos helyet az életünkben, ami fontos számunkra, hiszen szeretnénk elfoglalni valamit az életben. Ez lehet a hivatás, lehet a lakhely, lehet családi kapcsolat, vagy lehet a szerelem. És mivel így van, hogy keressük a helyünket az életben, fontos a stabil párkapcsolat, fontos a biztonság érzete. Erre utal a mai holdház is, hiszen a hold a Mula holdházban van, és Mula holdház jelenti a gyökereket, ahol mi le tudunk gyökerezni, vagy jelenti az alapokat, hiszen itt kialakul valami, megvan ez az alap, amire felépíthetünk valamit. 12-én Vénusz bolygó még a Bika jegyében van,
Ez kivált nálunk, hölgyeknél bizonytalanságokat. 13-án Vénusz bolygó elhagyja a bika jegyét, és áttér az ikrek jegyébe. Itt tükröződik majd valami, hiszen itt mozgásról, kapcsolatokról, kommunikációról van szó. Meg lesz ez a könnyűség. És az a fontos, hogy most legyen meg a hitünk, hogy a mi elképzeléseink most megvalósulnak. És pontosan itt lesz egy változás, miután Vénusz bolygó változtatja jegyet, és lesz egy másik energia mező, ami kihat a szerelemre, és itt most a levegő eleméről van szó, ahol mi végre fellélegezhetünk, hiszen lesz mozgás, lesz ez a könnyűség. A napokban lehetnek utazások, külföldi kapcsolatok, vagy látogatás, vagy egy utazás tervezése. Ez az út lehet egy spirituális terület is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!